megkérdezlek benneteket, mi az életed értelme? Ezek kemény dolgok. És akkor fölbontjuk két kérdésre, mert egyből nagyon nehéz rá válaszolni, de ha a következő két kérdésre mi nem tudunk válaszolni, bajba vagyunk az életünkkel. Vagyis azt szeretném kérdezni, ki érélsz? Meg tudod mondani, ki érélsz? Ezekre a kérdésekre nagyon nehéz a válasz. De arra sem egyszerű, hogyan működtessük a családunkat. Hogyan tudjuk a válságban lévő családintézményt, mint megmondhatatlan alapegységet mégiscsak fenntartani, működtetni. Ezekre a kérdésekre is kereste a választ a Nézzük segítségével Bagdi Emőke. A család válságáról sokat beszélünk, valójában ez mindig újra egy megújulásnak a jelzése. Mert hogy a válság szó, a krízis, hogyha átfordítjuk arra a nyelvre, hogy szoktuk általában használni, az váltó fordulatot is jelent. Valójában váltó fordulat. Milyen fordulat? Hogy változni kell annak a helyzetnek, ami van, de az alapszerkezet örök. Azért örök, mert az evolúció törvénye úgy szól, hogy kell, hogy legyen egy hím, egy nőstény, hogy az élet tovább menjen. Két kérdésre kell magunkba választ találnunk, kiért élsz, és miért élsz. És már is ott vagyunk az életünk két lábazatánál, a munka, a hivatás, a betagozódás a társadalmi munkamegosztásba. Szóval magyarul, hogy mivel keressük a pénzt, mivel foglalkozunk, és a másik pedig, hogy mi a mi intim életünk, az örömforrás, a családi élet, és tulajdonképpen ezen a két lábon egyensúlyozva próbáljuk megtalálni azt, hogy hogyan is lehessünk boldogok. Mert azért alapvetően az ember szeretne jól élni, és itt nem hedonisztikus jó gondolok, hanem igazi, mély kapcsolati örömökre, és azért kicsit szégyenkezve mondom, hogy ahhoz kellett, hogy megszülessen egy boldogságpszichológiai irányzat, hogy rá tudjunk világítani az embereknek tükröt tartva olyan elemi dolgokra, hogy figyelj, hogyha jó párkapcsolatban élsz, akkor sokkal tovább élsz. Mert ugye a statisztikák is azt mutatják, hogy a boldog párkapcsolatban élők túlélik a 80 évet, ha vigyáznak a kapcsolatra. A férfiak infarktusos megbetegedésének aránya jelentősen csökken egy jó kapcsolatban. Te férfi nem kapsz infarktust akkor, hogyha a pároddal olyan kapcsolatban élsz, hogy az nem hergel állandóan, hanem szeretgetve simogat, mert akkor a szervezeted, az immunrendszered életre kap. Szóval rengeteg ilyen, mit mondjak már, biológiai bizonyítékok vannak, hogy éltető hormonok. Azt mondja, akkor már a pelenkáz és tovább élsz, és bizonyította azt például, hogy az élettartam a férfiaknál, hogy függ össze azzal, hogy részt vesznek-e apai anyaszívvel, hogy anyaszívű apák tudnak-e lenni. Ugye éppen említette a szerepeknek a megváltozását, persze, nem baj, de hát mi rugalmasak vagyunk. Mi az adott létező szerkezeten belül olyan sokféle változásra képesek vagyunk, csak egyet nem adunk föl. Tudnélik, ha ezt feladjuk, magát az életet adjuk föl. Mert az élet úgy vihető tovább, hogy az a gyermek, akit mi világra segítünk, az életképessé van nevelve. Most ehhez viszont kell egy fészek, ehhez kell egy családi otthon, szociális uterusz, egy méh, ugye, ami az otthont jelenti. Tamási Áron Ábel a rengetegben című művében van egy mondat, hogy azért vagyunk a világban, hogy otthon legyünk benne, idézte Bagdi Emőke. Ennek az otthonnak a megteremtésében pedig egyenlő felelősséggel bír férfi és nő is. A házasság intézményének válsága abban is keresendő, hogy egyre erősödik az a nézet, hogy nincs szükség esküvőre, mert az úgysem változtat semmin. A pszichológiának új bizonyító adatokat kellett hozni, hogy bizony a házasságkötés egy tranzicionális rítus, egy átkelési rítus, vagyis, hogy amikor megvan az a bizonyos szertartás, minden rítus óriási módon jelentős az ember életében mérföldkő, amikor szerepek változnak meg egyik napról a másikra, ugye bekötjük a fejét az asszonynak, asszony lesz a lányból. De hogy? Hát úgy, hogy rítus. Van, hogy megvan a szertartás, és az emberek, a közösség, akik fontosak az ember számára, mind úgy is tekintenek, de az elvárás éri, hogy te már nem vagy szabad az a fiú, ugye, hogyha esküt kimondja, hát az eskütem, az ember a szava. Hát kimondod azt az esküt onnan kezdve, mert mi vagy te, rongy ember, hogy az esküdet nem tudod, idézőjelbe teszem, persze mindez sejthetik. Szóval ugye onnan kezdve ez, hogy rítus, hogy igenis vállalom, felelősséget vállalok, elköteleződöm, ennek olyan a jelentősége, hogy magában a lélekben hozza létre a szerepváltást, hogy
már másnap ő, aki férje, nem ugyanaz a kóborlegény, aki még akármerre kószálhat, és aki feleség, az már nem ugyanaz az asszony, aki jobbra-balra tekingethet, hanem aki éppen oda kötődik. Ha nincs ilyen szövetség, akkor nincs jövőnk. Akkor maradtam én az önző énemmel, majd én megyek kedvemre jobbra-balra, te meg maradtál a te is önző éneddel, ebből semmi nem jön ki. Ez valójában nem házépítés, ami, ugye a ház a lélek szimbólum, mint tudjuk. Tehát nem házépítés, hanem tulajdonképpen egy helyzetnek a jól járok alapon történő továbbvitele.